Az élet nem áll meg, csak körültekintőbben, egymásra jobban odafigyelve kell élnünk mindennapjainkat. A kedden kiadott polgármesteri közlemény értelmében április 3-án és 10-én a marcali őstermelők számára a piacot megnyitották, kertészeti, mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek árusítását engedélyezik. Örülök nekik, az, hogy páran följöhettek a cím, ugye telefonszámban rajta, és akkor föl tudnak jönni, de hát azért az embereknek kell, meg nekem is a nyugdíj mellett azért nagyon jó, meg főleg a kintlét. Kinti ember vagyok, ugye már 20 éve vagyok mézzel a piacon, úgyhogy nagyon sok vevőm van. Örülök neki. Zöldségeset hiányolom. Az is kellene azért ide, nem? Friss áruval. Jó ötletnek tartott, hogy újra kinyitott a piac? Természetesen legalább újra tudunk pénzt keresni. És hogy tapasztalod, hogy van érdeklődés? Tehát az emberek szívesen fogadták azt, hogy újra jöttek van, a piacra? Van, jönnek. Reggel óta igazából. Én nagyon örülök neki. Részáru is jó lenne, meg együtt érzek a termelőkkel, akiknek nagyon fontos, hogy el tudják adni a portékájukat. És ez ugye a városnak is jó, hogy nem mennek tönkre az emberek. Én nagyon együtt érzek velük. Én nagyon örülök, nagyon nehézségeink vannak nekünk termelőknek, hogy beszűkültek az eladási lehetőségeink, és talán egy valami kicsit segít rajtunk, ha teljesen nem is tudunk egyenesbe jönni. Ez mindig jól jön, hogy meg szerintem az embereknek is van szükségük rá, hogy otthon tartózkodnak, otthon tudnak is szöszmötölni, kertészkedni, kertet rendbe szedni, akkor nem mennek sem erre, jobban otthon tudnak maradni tényleg. Már vártuk már, hogy kinyisson. Hiányzott. Úgyhogy virágok vásárlásával lekéstünk. Mi a kertet. És a kertben most már, amit lehetett, elraktunk. Az ilyen apróságokra várunk, hogy csinálhassuk, meg jöjjön a jó idő. Meg kint ott a szabad levegőn sokkal jobb, mint bent a városba. Örülünk neki. Legalábbis most indulna nekünk ugye a szezon. Szeretnénk pénzt keresni. Dolgozni akarunk, nekünk nem segély kell, hanem dolgozni szeretnénk. Félünk a kijárási tilalomtól, hogyha megszigorítják, megpróbáljuk az otthoni árusítást. Hát aki eddig is kertészkedett, az ezután is fog virágot ültetni. Úgyhogy bízunk benne, hogy lesz sikere, értelme. Nagyon jó ötletnek tartom, mert azért a kis termelőknek is kell valami a bevétel, megdolgoznak érte. A piac lehetőséget biztosít arra, hogy a megváltozott körülmények alatt is hozzájussunk mindahhoz, amihez hozzászoktunk. De fontos, hogy tartsuk be a távolságot a többi vásárlótól.